Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 24-én újra van egy portálnap, ami azt jelenti, hogy a mi földünk összefüggésben áll a Plejádokkal. Ez egy finom energiamező, van gyógyító ereje, itt kinyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ezen az estén tartok egy rituált, illetve a férjem tartja, mert én még mindig beteg vagyok. És ez a rituál, ez este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz az energiai egyensúly az 4000 forint. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki, tehát a forrás az a maja naptár, amiről beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Jelenleg a 9. hullámban vagyunk, ami eltart március 30-áig. Ez alatt az idő alatt észrevesszük azt, hogy vannak még akadályok, nehézségek, és azon dolgozunk, hogy az akadályokat eltávolítsuk az útunkból. Ez a portálnap, március 24-e, a 7. nap ebben a 9-es hullámban. Ez jelenti az álmainkat, vágyainkat, az elképzeléseinket. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, ott is megvannak az álmok, az elképzelések. De ez lehet egy terv is. És most, ha eltávolítottuk az akadályokat, akkor ez az álom megvalósulhat. Fontos az, hogy higgyünk benne. Ez a 7. nap jelenti az érzelmeket is, hogy mély érzelmek kötnek össze valakivel. Az is lehet, hogy ez a személy álmodozik rólad. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon Chuen uralkodik, ami lefordítva majmot jelent. És a majom szimbolizálja a mozgást, a könnyűséget, a nevetést, és így kellene most bizonyos dolgokat látni. De ennek a majomnak van egy másik oldala is. Például, ha valaki téged majomnak néz, szimbolikusan értem ezt természetesen, ha valaki játszadozik veled, vagy kinevet téged. Ez is lehet egy bizonyos akadály, akkor távolodj el ettől a személytől. Inkább jelentse ezt a majom, hogy te legyél vicces, nézz könnyelműen dolgokat, legyen mozgás, hogy tudj nevetni, akkor az segít neked, de ne engedd meg azt, hogy mások nevessenek ki téged. Ezen a szertartáson a következő témák vannak. Gyógyító erő, egy spirituális terület, akadályok, az akadályok eltávolítása, vannak mély érzelmek, álmok, elképzelések, ezt kellene élni. Könnyebben meg tudod ezt valósítani, hogy ha mozgásba jössz, ha
ha megvan a könnyűség, a vidámság, a nevetés, de azért figyelj oda arra, hogy hogyan bánnak mások veled, mert lehet, hogy valaki játszadozik veled, és kinevet téged. Akkor ne engedd meg, zárd le inkább ezt a kapcsolatot. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!